Üdvözlök mindenki, Devon vagyok. A mai videóban a... hogyan mutassam? 0 forintos számítógépet fogom nektek bemutatni. Biztos felmerül bennetek a kérdés, hogy de mégis hogyan? Mármint volt már 5000 forintos számítógép, 10000 forintos számítógép. Szarért, hogyért lehet összeszedni számítógépeket, és ezeket én be is mutatom. De 0 forintért? Hogyan? Nagyon egyszerű a válasz. Karácsony után vagyunk. Mármint ünnepek után vagyunk. Ennél egyszerűbb dolog nincs kb. A világon. Nagyon sok ismerősöd lehet, vagy barátod, vagy családban, vagy rokonok, közeli vagy távoli rokonok, akik lecserélték a már régi számítógépüket egy újabbra. És megkérdezheted őket, hogy figyelj, kell ez a régi vacak neked? És ha azt mondják, hogy nem, akkor kérd el! Gratulálok! Ingyen számítógép. Na de nézzük mégis, mit tud. Alapból közel 3 számítógépnyi alkatrészt tudtam az előbb elmondottak alapján összehalászni, viszont ebből csak egy volt ténylegesen használható, és alkalmas arra, hogy egyáltalán megemlítsem. Azért egy egymagos AMD-t vagy Intel-t már nem nagyon mernék használhatónak nevezni így 2019-ben. Na de mi a helyzet azzal, ami használható? Számítógépet szinte, ismétlem, szinte problémamentesen tudtam működésre bírni. Ami furcsa egy ilyen összetákolt konfighoz képest. Egy kétmagos Athlon proci helyezkedik el egy AM3-as Sapphire alaplapon. Volt egy olyan nagylelkű ismerősöm, aki hozzám vágott 4 giga DDR3-as RAM-ot, amit mondjuk ténylegesen szerencsének hívnék, tehát ez hatalmas mák volt. 2 GB RAM-ra számítottam maximum, amit össze tudok halászni ingyen, de hát előfordul, hogy jó lapokat húz az ember a pakliból. Illetve kapott további 1 GB RAM-ot, amit az egyik fiókomba találtam porosodva. Kaptam egy 160 GB-os HDD-t, viszont mivel volt egy SSD-m, ezért inkább azt használtam a rendszer futtatására. Megjegyzem, ez a játék teszteket nem befolyásolja, max a betöltési időt. De azt a két magas proci így is úgy is megnehezíti. Szereztem még egy 512 MB-os GDDR3-as HD4550-es videókártyát, illetve egy tápegységet. Na igen, a táp volt az egyik, ami kicsit megnehezítette a dolgot, mivel a gépház ATX szabványt követi, a tápegység viszont nem. Ezért bár a táp jól működött, ki kellett cserélnem a 650 wattos Gamdias RGB tápomra, ami az RGB színek miatt gamer beütést kelt, de összességében inkább nevetségessé teszi a konfigot. Ebbe egy basic táp illik. A másik probléma az AMD procival volt, vagyis inkább a tüskékkel az alján. Aki nem tudná, annak itt egy kép, hogy hogyan néz ki. Nos, a tüskék 4 sarkából 3-ban el voltak hajlítva, amit mérnöki precizitással és vas akarattal fél óra alatt sikerült vissza erőltetnem eredeti pozíciójába, majd enyhén idegesen beletenni az alaplapba. A pasztázásról ne beszéljünk, az már idegből volt. De legalább nem lett kevés. A konfig ezek után elsőre beindult, és egy-két fájdalmasan hosszúnak tűnő óra után a megfelelő driverekkel már tökéletesen használhatóvá vált. Na de, nézzük a játékteszteket. Igazából a League of Legends az a játék, amit alacsony grafikán egy jobb fajta pirítósütő is el tudna futtatni, ezért gondolom senkinek nem meglepetés, hogy erre a játékra alkalmas ez a konfig. Na de menjünk tovább a másik agyontesztelt játékunkra, Chego, természetesen Dust 2 Deathmatch módban AWP-vel. Még a legelvetemültebb budget gamerek is könnyes búcsút intenének a Chego-nak ezen a gépen. Azt meg kell hagynom. A harmadik játék a Trine 2. Igazából az ilyenfajta játékokra tudnám elképzelni ezt a számítógépet, inkább a co-op platformerekre, egy-két régebbi sport vagy autós játékra. Összesítve 0 forintért nem lehet az embernek panasza erre a számítógépre. Mennyiben érdekelnek az olcsó számítógépes videók, vagy szeretnél olcsón szerezni tekütyüket, bátran nézz szét a leírásban. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot, és hogy ne maradj le a közeljövőben következő videókról, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg. Devon voltam. Sziasztok!